12. alkalommal szerveztek nemzetközi borfesztivált Zomborban. A rendezvényen magyarországi és horvátországi borászok is részt vettek. A zombori Ravangrad Wine Fest elnevezésű borfesztiválon mintegy 50 pincészet legfinomabb borait kóstolhatták meg az odalátogatók. Gojko Vlaski családja 5 nemzedék óta foglalkozik borászattal. Szivác és Červenka közt fekszik a szőlőültetvényünk. Kétfajta borral jöttünk a fesztiválra. A Pinot Grigio és a Pinot Noir. Ezek a boraink újonnan ültetett szőlőfajtákból készültek, és az idei volt az első szüret. Ez az év nagyon kedvezett a szőlőnek, volt elég napsütés, az idei bor minősége kiváló lett. Mihálovics István, csátaljai borász már több vajdasági rendezvényen is részt vett. A borászatunk 20 hektáron gazdálkodik, 20 hektár szőlőterület van, fehér szőlők, kék szőlők vannak, fehér borokat, rozé borokat és vörös borokat készítünk. Most már talán azt hiszem az 5. éve vagyunk itt Zomborba, emellett Újvidékre is járunk, és külön Szerbiában most már hál' Istennek tudjuk forgalmazni a borainkat. Itt egy más mentalitás van, ami számunkra kedvező, és hát jobban el tudjuk adni a borainkat. Egy ilyen fesztiválon is nem gondolkodnak az emberek azon, hogy most megvegyen egy üveg bort, azért nálunk 3-4-szer átgondolja, hogy egy pohár bort megvásároljon-e vagy ne. Zdenka Mitić, Zombor idegenforgalmi szervezetének megbízott igazgatója szerint a borászatban komoly gazdasági lehetőség rejlik. 12. alkalommal szerveztük meg idén ezt a fesztivált, és először szabadtéren mintegy 50 kiállító vesz részt Váljavótól felfelé. Örülünk, hogy sikerült megtartani a fesztivál nemzetközi jellegét, hiszen a hazai borászok mellett magyarországi és horvátországi termelők is részt vesznek. Zomborban is környékén gazdag hagyománya van a borászatnak, a földünk alkalmas a szőlőtermesztésre, itt főleg Regőcét emelném ki. A borkiállítók egyöntetű véleménye szerint a zombori borfogyasztók a száraz és vörös borokat kedvelik a leginkább.